Egyszer gyerekkoromban édesapám szerzett egy ilyen villanyórát, ami méri az áramot. És nem volt jó, tehát ott nekiadtak ajándékba, és én szétszedtem darabokra, egy két hétig azzal szórakoztam, hogy szétszedtem, összeraktam, és mindig mesélik édesanyám még, hogy hát fiam, hogy szétszedted azt a villanyórát. És úgy valahogy talán attól kezdve kezdtem úgy odafigyelni a mechanikára. A 68-ban kerültem én a postához, ott voltam tanuló, és onnan lettem műszerész, aztán mechanikai műszerész, irodagép műszerész. Győrben elvégeztem a főiskolát, az ilyen postai üzemi főiskola, és aztán dolgoztam. Először kezdtem írógépekkel, utána jöttek a számológépek, elmentem fénymásoltanfolyamra, saját pénzemen. Engem igazán nem zavart az, hogy fejlődés van, mert mindig érdekeltek a új dolgok. Meg érdekelt, mert abban láttam a jövőt. Tehát bizonyos szinten megállt az írógép, egyre kevesebb munka lett, és ha nem lépek, akkor láttam, hogy nem lesz munkám. A retro hullám kb. 3 éve jött be. Tehát akkor vettem észre, hogy mivel nekem mindig ki volt téve, hogy írógépjavítás, tehát már vagy 10 éve ki van téve, akkor vettem először észre, hogy úgy kezdtek hozni írógépeket, antikokat, hogy csináljam meg, hozzam rendbe. Én is ledöbbentem, hogy mikor utána néztem interneten, hogy mennyi fajta antik írógép van. Tehát döbbenetes. Olyan nevek jönnek most is elő, hogy tátom a számat, hogy még ilyen is van. Hát ez a, itt van ez a Blitzkenderfer, hát fél órát tanultam a nevét, hogy megtanuljam, hogy ki lehessen ejteni, és ebből is rengeteg van, Hammond az egy egyszerű, mert könnyű megtanulni. Ez megint nagyon nagy tudás kell, hogy valaki ezt így megtanulja, belebányásza magát, tudja, hogy mi hogy működik meg, hogy mikor csinálták. Lehet bőven olvasgatni róla, ha valakit érdekel. Mint műszaki érdekesség, mert ez úgy kell állígatni a betűket egyenként, hát ránéznek. Itt a henger, itt van egy ilyen szalag, ami megy, itt is van mozgatható henger, fej, de így kell beállítani, hogy ezt így mozgatja az ember, csak nem mozog, mert rozsdás, még nem csináltam meg, és akkor ahogy ezt mozgatja, a fej úgy mozog, és utána leüti, és akkor ott a betű. Forog a henger, lehet tologatni föl le, csak oda kell húzni mindig, ahol betű van, ott a betű J. Ez egy zsákutca volt. Itt volt benne a két szallag, ez jött ide a szallagvillára, és akkor leütésnél lehetett a betűnek balról is, meg jobbról is jönni. Itt ide eltalálta ezt a részt, itt volt a szalag, és megjelent a betű a papíron. Ez egy amerikai royal gép, egy asztali gép, azt jelenti, hogy nagy. Tehát nem táska, hanem ez ilyen profi munkára készül, és ami érdekessége, hogy a billentyűje aranyszínű. Ausztriában jobban vigyáznak a gépekre, vagy legalábbis ott a múlt jobban megőrizte a gépeknek az állapotát. Nálunk azért háború minden volt, nem csoda, hogyha a gépek legtöbb része rozsdás. Annyi hibája van a kora miatt, hogy mikor leütjük, csattog. Azért csattog, mert kemény a henge. Tehát ez kőkemény henge, ezt le kéne cserélni, hogyha komolyabb írásnál. Hát az egyik réteg, akik tehetősebbek, valamilyen módon kötődnek a géphez, vagy azért, mert az édesanyjuké volt, édesapjuké volt, és akkor elhozzák, akkor az rendbe kell szedni, és pénz nem számít. Akkor van a másik réteg, akik az a lényeg, hogy jó nézzen ki, tehát hogy mutatós legyen. Ha nem működik, az nem olyan baj, de ha ki van téve egy polcra, vagy egy szép vitrínbe, akkor az mutasson, és az egy jó dolog annál a cégnél, hogyha egy ilyen van. Meg egy réteg van újabban, fiatalok szeretnének írni, vagy például költeni egyebet, tehát egy művészi hajlamuk van, és írógéppel, ha írnak, másképp érzik azt, amit akarnak papírra fektetni, valahogy más annak az írógépnek a kisugárzása, mint egy számítógép. Már alig vagyunk a szakmában. Én kolombeli, az talán, akit én ismerek, 3 van.